Na szavaztok, srácok, itt lennénk a legújabb karriermód epizódban, és a mai részben el fogjuk kezdeni az új szezont, ugyanis az előző rész végén ugye megnyertük a negyedosztályt, úgyhogy ezzel feljutottunk az angol harmadosztályba, és itt is van a tabella, nyilván még egy meccse lett lejátszva, de nézzük meg, hogy milyen csapatok ellen fogunk játszani ebben a szezonban. Lesznek azért kicsit keményebb csapatok. Úgy látom, hogy a Huddersfield az kiesett. Ki volt még, aki kiesett a másodosztályból? Talán a Reading? Meg a Wigan? Nem tudom amúgy. Ezekre tippelek így hirtelen. Lesznek komolyabb ellenfeleink, de azért annyira nem lesz vészes szerintem, főleg úgy, hogy majd tudunk erősíteni is a csapatunkon biztosan. Viszont még mielőtt bármibe belekezdenénk, a legfontosabb az, hogy csináljunk új mezeket a csapatnak, úgyhogy nézzük is. Az előző szezonban Adidas mezeink voltak, úgyhogy úgy gondoltam, hogy most legyenek Nike mezek erre a szezonra, úgyhogy itt fogunk válogatni, ezek már nem azok. Tudom, hogy ez eléggé jól néz ki, de azért még megnézem, hogy mik vannak. Szerintem a hazai mezünk az ez lesz. Ez nekem tetszik nagyon. Igazából fehér, és az elején van egy piros meg zöld csík. Szerintem ilyen kis egyszerű, de nagyszerű. Aztán akkor a vendégmezünket nézzük meg. Színeket én azt hiszem, hogy így fogom hagyni. Ez tetszett a hazaiból is, úgyhogy szerintem legyen ez. Most egészen gyorsan megleszünk, én azt gondolom. És akkor az alternatív mezünk, az meg legyen valami zöldes témájú, szerintem. Úgyhogy túl sok választási lehetőségünk nincsen, és ez egyébként jól is néz ki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így jó is lesz. Ez lesz a három mezünk, illetve a kapusmezt kell még megnézzük. Legyen most egy ilyen sima piros kapusmezünk. Szerintem ez is így eléggé korrekt. Úgyhogy ezek lesznek ebben a szezonban a szereléseink. Jól néz ki, szerintem. Igazából a címer meg a stadion az marad, más nem nagyon kell változtatni. Na, és akkor azt nézzük meg, hogy mi a helyzet. Itt van ugye a csapatunk, ez még változatlan, de lesznek változások. Kettő játékost egyébként már ki is néztem, úgyhogy őket valószínűleg le is fogjuk szerződtetni. Úgyhogy akkor nézzük is meg, hogy kik a kiszemeltjeim ebben a szezonban. Itt is van a két játékos, akit kinéztem magamnak. Az egyik nem más, mint Ahmed Musa, aki free agent és egy hatalmas FIFA legenda. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ő tök jó lenne a keretünkbe. Nem magyar, de nincsen megszabva, hogy csak magyar játékosokat igazolhatunk. Rohadtul gyors, egész jó a labdavezetése is, hát a lövési statjai annyira nem erősek, de azért valamire jó lesz szerintem. Nyilván a szélen elfutás lesz vele a cél. Illetve itt van nekünk Lisztes Krisztián, ugye a Fradiban játszik, és le fog járni a szerződése, úgyhogy arra gondoltam, hogy őt viszonylag jó áron meg tudjuk most szerezni, úgyhogy szerintem megpróbálom őt először. Ugye 19 éves, 70-es értékelésű, úgyhogy bőven a jobb játékosok között lenne itt a csapatban, és pont van egy olyan pozíciónk itt a támadó középpályás részlegen a csapatban, ahol annyira nem erős az egyik játékosunk, úgyhogy tökéletes igazolás lehet. Azt mondom, hogy adunk érte 2 millió hetet mondjuk először, aztán meglátjuk, hogy mit mondanak. 2 millió 850, legyen 2 millió 750, és akkor az úgy teljesen korrekt is. Így is van, Stankovicnak is oké, okay, úgyhogy akkor nekünk is teljesen rendben van, és már csak a szerződés van vissza, úgyhogy akkor nézzük, hogy mennyi fizetést kell majd utaljunk hetente Lisztes Krisztiánnak. Nyilván crucial lesz, az egyértelmű, 70-es értékeléssel azért egyből befér szinte bármilyen pozícióba, 5 éves szerződés, release clause nélkül teljesen jó, és amúgy én ezzel nem is vitatkoznék, ez egy jó fizetés, úgyhogy el is fogadjuk. És ezzel így meg is van a szezonbeli első igazolásunk, aki nem más, mint Lisztes Krisztián, érkezik is a csapathoz, Ádám Martin üdvözli, meg az edző, aki valamiért focimezben van, nem is értem. Na mindegy, én azt gondolom, hogy ez egy teljesen korrekt kis igazolás volt, jól fog tudni fejlődni nálunk, és hát nyilván sokat is fog játszani. C-s értékelést kaptunk mondjuk, azt mondják, hogy 2 millió lett volna a legjobb, már érte? Az durva. És akkor próbáljuk meg megszerezni Ahmed Musát is, nem tudom, hogy mennyi fizetést fog kérni, de reméljük, hogy nem túl sokat.
Szerintem ő is crucial lesz azért. 31 éves, hát legyen 2 éves szerződése. 3500-at kér, jól van, azt el tudjuk fogadni simán. Oké, megvan akkor a második igazolásunk is, Ahmed Musa személyében. És futkározhat már valami nagyon gyors játékos ott a jobb szélen végre. Ez mindenféleképpen alsz igazolás. Egyedül arra vagyok kíváncsi, hogy hányos értékelésű. 67-es... Hát mondjuk egy kicsit jobbra számítottam, de nem vészes egyébként. Jó, ezzel pedig akkor be is rakjuk ezt a két játékost ide a kezdőbe. Jöhet Lisztes, illetve jöhet Musa is. Erősödött a csapatunk mindenféleképpen, úgyhogy így fogunk kinézni valószínű a következő szezonra. Igazából túl sok másik igazolásra nincsen nagyon ok. Itt ezek a játékosok a védelemben egész fiatalok, például ugye Elek 18 éves, Gardner pedig 26, viszont rohadtul stabilan teljesített, illetve Varga is 18 éves, úgyhogy bőven tud majd fejlődni, és igazából már csak annyi dolgunk lesz kb., hogy egy csomó játékost ismét kiküldjünk kölcsönbe, úgyhogy őket most fel is rakom a kölcsönlistára. Na srácok, van nekünk egy szezon előtti tornánk, amin angol csapatokkal fogunk játszani, viszont ezeket a meccseket nem fogom lejátszani, csak leszimuláljuk, ugyanis annyira nem fontos igazából. Megnézzük, hogy mire mennek a srácok, bemutatkozik a két új játékosunk, és igazából így ennyi. Blackpooltól kikaptunk 1-0-ra, mondjuk ők azt hiszem másodosztályúak talán, de lehet, hogy a harmadosztályban vannak. Na mindegy, nem probléma. Következő meccsünk a Bristol Rovers ellen lesz, közben pedig itt folyamatosan mennek el a játékosok, például Kis Vilmos megy a Salfordhoz kölcsönbe, meg hát van egy pár másik távozónk is, már egy csomóan elmentek. Az olyan játékosok, akik nagyon gyengék, azok végleg távoztak, illetve hát a legtöbb magyar játékos, aki nem fér be a keretbe, az pedig kölcsönbe megy, illetve egy pár külföldi fiatalt is kölcsönadunk, úgyhogy pörög igazából itt az átigazolási piac, de majd a végén megnézzük, hogy mi a helyzet. A következő meccsünk ugye a Bristol ellen lesz, ők is talán harmadosztályúak, de nem vagyok benne biztos, nézzük is a szimulációt. 3-2-es győzelem, Csobot, Ádám, illetve Ahmed Musa a gólszerzőink, és akkor az utolsó meccsünk az pedig a Peterborough ellen lesz. Ez is egy egészen jó kis csapat, szerintem ők is a harmadosztályban lesznek most az ellenfeleink, úgyhogy teljesen jó kis szezon előtti felkészülés, és megint csak Ahmed Musa a gólszerző, úgyhogy neki jól sikerült ez a preseason eléggé. Viszont ugye így, hogy kikaptunk, szerintem nem lettünk elsők, de teljesen mindegy igazából. Ja, nem lettünk elsők, nem kaptunk érte pénzt, de mindegy. És igen, a Bristol Rovers itt lesz az ellenfelünk a harmadosztályban, ellenük fogjuk játszani az első bajnoki mérkőzésünket majd, úgyhogy szerintem el is szimulálok odáig, és akkor bele is kezdünk. Na, el is érkeztünk a szezon első meccséhez, nem annyira vagyok tisztában még itt az erőviszonyokkal, úgyhogy ezt mindenféleképpen lejátsszuk ezt a meccset. Viszont még mielőtt ezt megtennénk, az IFI Akadémiát, azt el kéne indítani, ugyanis ezt elfelejtettem, úgyhogy megint küldünk ki Magyarországra egy felderítőt, aztán meglátjuk, hogy milyen játékosokat fog nekünk hozni. Na, de akkor kezdjünk is bele lassan az első bajnokinkba. Itt van a Bristol csapata, nem igazán ismerek egyébként senkit, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire lesznek erősek. Viszont azt tudom, hogy a mi csapatunk az eléggé kemény, úgyhogy az jó lesz, viszont fáradtak kicsit a srácok, úgyhogy változtatunk egy pöppet. Így nagyjából jók leszünk, kicsit tartalékos, de fontos, hogy a srácok megőrizzék az állóképességüket, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó lesz ez így. Na vágjunk bele akkor az első harmadosztályú bajnokinkba. Kezdődik is a meccs, remélhetőleg azért ebben a szezonban is jó helyen tudjuk majd zárni a bajnokságot, jó lenne feljutni egyből a Championship-be. Meglátjuk majd, hogy mire megyünk. Így, abból baj lehet. Abból baj is lesz, ugyanis megszerzi a vezetést a Bristol. 12. perc, 1-0-da. Jó, kicsit alszik még a csapat. Brown. És 2-0 16. percben. Az a helyzet, hogy nem igazán sikerülnek a passzaink, és elveszítjük a labdát, aztán jön belőle az ellenfél, és hát gól lesz a vége.
az baj, Collins. Nem tudunk szerelni, hát mi történik a csapattal? Majdnem 3-0. Az viszont jó lehet, Juhász. 1-1 a kapussal, Juhász. És ott is van a szépítő gól. Jó, oké. Azért van itt keresni valunk. Meg kéne fújni az első félidőt. Így is van. 2-1 vezet a Bristol. Így nem kezdtük annyira jól a meccset. Sőt, eléggé gyengén kezdtünk. De hát nincs mit tenni, van még 45 perc a meccsből, úgyhogy végig visszajöhetünk simán, és akár még nyerhetünk is, bár ez nehéz lesz. És Ádám Martin középen. Íj, és el is érte, jó volt a fejes, csak védeni tudott a kapus. Megint elcsúszott a védő, és abból ismételten majdnem gól lett, de ott volt Damien Patrick, szép védés. És nem volt jó a passz, viszont Kata megint megszerzi, Ádám Martin le tud fordulni, íj, és mellé lövi. Íj. Az átrepült. A Damien kezei között, Sinclair a gólszerző, 3-1, hát úgy néz ki, hogy eldőlt ez a mérkőzés. Eléggé szívós csapat ez a Bristol Rovers. Brown megint megszökött, és óriási védés Damientől. Ha ez mi volt? Jó, megvan. Itt a vége a meccsnek, hát nem sikerült annyira jól a bemutatkozásunk itt a harmadosztályban, de remélhetőleg ez már ennél csak jobb lesz. Egyelőre egy meccsből egy vereség. A következő bajnoki meccsünk a Stevenage csapata ellen lesz. Idegenben fogunk játszani, úgy néz ki, hogy ők is kikaptak az első meccsükön. 1-0-ra kaptak ki valakitől. Meg amúgy se egy túl erős csapat, ha minden igaz. Úgyhogy szerintem itt megpróbálunk egy highlightos megoldást csinálni. És mindenki kipihente magát, úgyhogy egy teljesen erős kezdő csapattal fogunk játszani, viszont a mezek azok nem az igaziak. Fölavatjuk a harmadik számú mezünket szerintem ezen a meccsen. Oké, és nyomjuk a highlightokat. Na, kezdődik is a második bajnoki meccs. Kíváncsian várom, hogy mi lesz a végeredmény. Szép volt a csel, jaj de jó, Lisztes Krisztián, mehetünk is vele, és senki nem fogja utolérni, remélhetőleg. Lisztes, és a lövés, ott is van a vezető gól, erről van szó, 1-0 a 33. percben. Lisztes Krisztián első bajnoki gólja. Viszont az egy jó lehetőség, hogyha Ádám Martin tud érkezni középen, csak nem jön, jó van, akkor viszont így elrontottuk eléggé rendesen. És egy Steven így szóló. Ajjaj, nagy volt, ott nem hiszem, hogy utol fogja érni a támadót, esélye nincsen. Viszont Damien, aj de jó, és meg is van a labda, és jöhetünk egy ellentámadással, király. Kint a szélen Musza nagyon jó. Ádámnak középre. Ádám Martin kihagyja. Hát ezt nem hiszem el. Ó, viszont Ádám Martin mehet 1-1 a kapusra, és őt már ott talán nem éri utol senki. Legalábbis nagyon remélem, és ezzel be is biztosíthatjuk a győzelmünket. Ádám Martin. Úgy is van, 2-0. Jó, a Steven így sikerült legyőzni. Ha csak nem szól bele az ijé, de nem szólt, úgyhogy 2-0 lett a meccs végeredménye, és megvan az első győzelmünk. Következő meccsünk viszont nagyon hamar lesz, és a Carabao kupában fogunk játszani. Hát, én azt gondolom, hogy megint el fogjuk ezt engedni. Megint az FA kupa az, amihez tartozik egy elvárás, úgyhogy a Carabao kupát, illetve a másik kupát, azt el fogjuk teljes mértékben engedni, mert nem látom egyáltalán értelmét. Úgyhogy ezt egy B csapattal leszimuláljuk, aztán ha tovább jutunk, akkor tovább jutunk, ha nem, akkor meg így jártunk. Mondjuk a Millwall az egy eléggé komoly csapat, úgyhogy szerintem nem fog sikerülni a továbbjutás, főleg nem B kerettel, de csodák történhetnek végül is. Na, hát így néz ki a csapatunk, eléggé gyengécske. Nézzük, hogy mi lesz a meccs végeredménye. Azt mondja, hogy 4-2. Egyébként egészen szépen teljesítettünk. Jó, hát kiestünk az EFL kupából, vagy hát Carabao kupa, vagy mi a neve neki, teljesen lényegtelen, legalább egy gonddal kevesebb. A következő meccsünk az Oxford ellen lesz, és szerintem az előző meccsből kiindulva megpróbáljuk ezt is highlightokba nyomni. Nem igazán megy eddig az Oxfordnak, legalábbis két meccsen egy pontot tudtak szerezni, mondjuk mi se vagyunk sokkal jobbak, két meccsen 3 pont, még nagyon korai igazából itt eldönteni, hogy melyik csapat erős, vagy melyik nem. Összességében nem tűnnek annyira durvának, úgyhogy szerintem menni fog ez nekünk.
főleg úgy, hogy nagyjából kipihentek a srácok. Úgyhogy nézzük a highlightokat, mezek most így jók, és akkor a következő meccset pedig majd valószínű B csapattal fogjuk játszani, ugyanis az meg megint eléggé hamar lesz, viszont először koncentráljunk erre az összecsapásra, és próbáljuk meg legyőzni az Oxfordot. Na, ez egy jó helyzet lesz Ádám Martin előtt, igazából nincsen hátul egy védő sem, ki kell használni mindenféleképpen. Ádám, és ott is van a vezető gól, 31. perc, 1-0 ide. Ez viszont már egy picit rosszabb, mert hogy itt a szélső védővel már sok mindent nem tudunk kezdeni. Viszont az egy jó védés volt Damientől, oké. És egy újabb szóló Ádám Martin előtt. Ha ezt át tudjuk venni szépen, akkor nem fogja utolérni senki, így is van. Ádám pedig megismételheti azt, amit 10 pár perce csinált. Oké. 2-0 ide. Csobot mehet a szélen. El is futunk, viszont az lesz volt amúgy, meg rossz is volt a beadás. Úgyhogy ebből nem lett semmi, de itt a meccs vége. Hát a második félidőben nem is nagyon voltak helyzetek, 2-0, sima győzelem ismételten. Úgyhogy jó döntés volt ez a highlightozás szerintem. Én nem tudom, hogy hogy van itt a ligának a beosztása, de eléggé sűrű a meccsnaptár. Most a Burton Albion ellen fogunk játszani idegenben, aztán pedig 2 nap pihenő után a Wigan ellen fogunk hazai bajnokit játszani. Úgyhogy szerintem ezt a Burton elleni meccset ezt B csapattal fogjuk tolni, ők talán a gyengébbek, és akkor utána pedig egy fullos kerettel lejátsszuk a Wigan elleni meccset. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Azt nagyon elkaszáltuk. Piros lap? Nem csak sárga, de büntető mindenféleképpen. Hát ezt még gyakorolni kell egy kicsit. Ez nem volt egy jó becsúszás. Na mindegy, nézzük, hogy Damien Patrick mire megy itt a csatár ellen. Kiszedi a szemét is. Így is van, gyönyörű. Marad a 0-0. Jó, pap, azt el is lehet lőni. Hű, de rossz lövés volt. Jó labdaszerzés, neki már vigyáznia kell nagyon, mert van egy sárga lapja. Mehetünk a szélen, pap. Sok védő nincsen ott a közelébe. Papp, el is lőjük, bal lábbal egy kicsit ügyesebb, mint jobbal, 1-0 ide, gyönyörű. 33. perc, megszereztük a vezetést. Amúgy szerintem egy kicsit meglepetés, ugyanis azért eléggé gyenge csapattal léptünk itt pályára, de ez szép volt most. Ő elég gyors, úgyhogy ő meg tud indulni előre, és Juhásznak egy jó labdát is adott. Juhász, egy csel, és a lövés óriási védés Blackmantől. Juhász szöglete, Stevens, ott is a fejes. Jöhet az újabb szöglet. Stevens ismét próbálkozhat. Ez most nem jutott el a kapuig, viszont Kata keresztbe. De nagy gólt vágott Kata Mihály. Gyönyörű. 2-0. Itt az első félidő végén megdupláztuk az előnyünket. Ez hatalmas gól volt. Nézzük meg még egyszer. Jamal Blackman itt nem tudott védeni. Na nézzük. Eljutott Katához a labda, és ellőtte a pattanót. Tyű. Ez nagyon szép volt. Üha, azt ott elnéztük. Megint király volt a hibás, és ebből most már gól lesz. Gordon nem vétette sajnos. Jó. Kicsit ráncigálja a védőt, talán nem fogja utolérni. Stevens 3-0. Blackman bevétte. Ja, 3-1, bocsánat. Jó. Magabiztosabb a vezetésünk így most már. Szép volt. Stevens nem tudták utolérni, vagyis hát utol tudták, csak nem tudták megállítani. Small védekezik, most már Ali. Gordont nem nagyon lehet megállítani, az a helyzet. 3-2. Ismételten egy kicsit közelebb került a Burton az X-hez. Gordon ismételten. Ne hagyjuk lőni. Kiegyenlített az ellenfelünk. Powell a gólszerző. Nem igazán működik a védelmünk, az a helyzet. Hát, ja, ez van, hogyha olyan játékosok játszanak, akik amúgy nem kapnának nagyon esélyt. Na, azt se tudtuk, hol vagyunk. Gordon visszapasszol megint, és Damien Patrick óriásit véd a 93. percben. Ez az utolsó szöglet talán a meccsen, legalábbis remélem. Azt onnan ki kéne fejelni. Még egyszer. Nem akarjuk lefújni a meccset? Így szabadrugás lesz. Ezt most ki kell védekezzük valahogy.
Nem kell kivédekezzük, mert lefújta a bíró a meccset. Jó, akkor viszont 3-3 döntetlen tértünk el, bár azért vezettünk kétszer is 2 góllal, de hát így sikerült sajnos. A védelmünket ezt most nem kell megdicsérni egyáltalán. Elérkeztünk a mai utolsó meccsünkhöz, a Wigan Athletic csapat ellen fogunk játszani. Ők a harmadikak, 10 pontot szereztek eddig 4 meccs alatt, mi pedig 7-et szereztünk, ezzel pedig az 5. helyen állunk. Jó lenne őket legyőzni és utolérni a pontokban. Ki még nem kaptak, úgyhogy itt az ideje, hogy valaki megverje őket. Azért ez egy komolyabb csapat, mondjuk egy kicsit fáradtak, úgyhogy ennek örülök. Remélem, hogy a mi srácaink kipihenték magukat, így is van. Fullos kezdővel tudunk majd játszani. Na, ezek azok hogy néznek ki? Jó lesz, oké. Okay. Ajjaj, azt kipasszolták, és igazából kár is védekezni ilyenkor már, ugyanis abból gól lett. Ja. Üresen volt az ember, és be is lőtte. Megvan a vezetés a Wigan Athleticnek. 11 percig kellett csak várni rá, úgyhogy ez eléggé gyenge kezdés tőlünk, de hát nem tudunk mit csinálni, egyszerűen kijátszották a védelmünket, aztán onnan már nagyon egyszerű volt gólt lőni. Hű, az is gól. Nem, óriási védés Damientől. Jaj, de szép volt. Túl nagy segítsége nincsen, viszont ott van Horváth. Vissza Ádámnak. Ádám bele a blokkba csobott. Az is blokk, de jöhet egy szöglet. És vége is az első félidőnek. 1-0-ra vezet a Wigan. Hát ez van. Csobott Kevin a szélen, nagyon jó, be kell azt húzni, és a lövés Csobott, nem ment túl jó helyre. Csobott, Ádám, azt lőjük be, bal lábbal nem a legjobb. Most ez időhúzás akar lenni, vagy micsoda? Jó a labdaszerzés Csobottól, Ádám, be középre, öngol, hú-hú-hú, jó, kiegyenlítettünk. Hát ez biztos, hogy nem Ádám Martinnak fogják írni ezt a gólt. A becsúszó védő lábáról ment be a kapuba. Jó, rendben, hát ehhez kellett azért szerencse, meg Csobott Kevin kitartása is. Ki? Jó, hát hogyha nincs ott a védő, akkor ott van igazából Horváth Krisztófer, úgyhogy teljesen mindegy. Hát ez egyértelműen öngól kell legyen. Így is van. Ádám Martin jobb lábbal, de nagyot védett a kapus. És egy utolsó lehetőségünk van a meccsen. Csobott Kevin szöglete. Ádám Martint, hogyha fejbe tudjuk rugni, akkor az jó. Nem tudjuk sajnos, viszont még megvan a labda. Musa. Ahmed Musa. Hát ez csúnyán mellé ment. Jó, 1-1 a végeredmény. Annyira nem rossz. Így is nagy szerencse kellett hozzá, hogy ez meglegyen. Úgyhogy örülhetünk igazából ennek az egy pontnak szerintem. Jó, hát srácok, ennyi lett volna már ez a videó. Elkezdtük a szezont, igazoltunk 2 eléggé fontos játékost, és hát a bajnokságot ilyen felemás eredményekkel kezdtük, de 5 meccs után 5. vagyunk, úgyhogy teljesen jó. Úgyhogy ennyi. Hamarosan pedig jön a következő rész, úgyhogy ha ez tetszett, és még nem tettétek volna meg, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem lennétek, és találkozunk hamarosan a következő epizódban, addig pedig jók legyetek, szevasztok!